Édes hölgyeim és uraim, kedves barátaim, megtiszteltetés nekem, hogy körötökben lehetek, mert hát ugye én nem vagyok egy komoly tudós, de hát még, még egy Herman Otto kutató sem valljuk meg töredelmesen, Nehogy én a magyar nép arcát olvastam csak tőle, azt is azért, mert az apám, hát még tizenéves voltam, megvette, és azt mondta, hogy olvassam el hát aztán nem tudtam, hogy ez fontos, nem fontos, mindesetre sejtettem, hogy az apámnak azért fontos, mert a család egyik ág az ilyen miskolc diósgyőri ág volt, és hát ugye az én apám, aki nem volt egy olyan nagy családbarát, de azért úgy érezte, hogy az embernek emlékeznie kell. Hát nagyon mulatságos volt a magyar nép arca, de ettől én még nem lettem sepókás, pókás, se pákász, ugye, ahogy Tamás mondta. Úgyhogy a figyelmeteket előre is köszönöm, mert én egy nagyon furcsa vetületről fogok majd beszélgetni. A Herman Otto Brandről. Mert ugye itt mindannyian arról beszéltetek, hogy itt van egy sikeres csávó. Hát az én öcsém mindenki ráfigyel, életmű, napjainkig hat. Ez azért tekintsük sikernek. Na de mai szemmel nézve, hogy épül fel ez a sikermodell? Lehet persze úgy kellene kezdem az egészet, hogy a Herman Otto márkaépítő KFT ügyvezetőjeként szeretném rögtön fölkinálni a lehetőséget, hogy egy szerény összeg ellenében egy hosszú hétvégén nektek is legyen personal brandetek, személyes márkátok. Amúgy az egyik kedves ügyfelünk Herman Otto volt, a síremlékét nem mi törtük szét. Na most a mai világ ugyanis valami olyasmit vetne föl, hogy gyerekek, hogyan lehet szabványosítani. Na most Gábor meg pont erről dumál, hogy hogyan a lehet lehetne szabványosítani. Sőt, tehát ugye Sali Erikánál is felvetődik az a gondolat, hogy a modell megismételhetetlen. Tehát az ő fura felsorolásai arról, hogy Herman Otto hogyan működött, meg mitől volt hatékony, az arról szól, hogy hát, gyerekek, nagyon nehéz. Legfőjebb úgy modernizálhatjuk, és örülök, hogy azért ez elhangzott, hogy a pasas úgy működik a maga korában, mintha ma folyamatosan ott lógna a világhálón és a közösségi hálón, mintha minden lehetséges kommunikációs eszköz, adatrögzítő eszköz, adatfeldolgozó szoftver egyidejűleg használna, és ez egy rohatú rokon szemves kép, miközben ugye pontosan tudjátok, hogy a modern kommunikációs eszközök közül számára csak a nyomtatott eszközök álltak rendelkezésére, hiszen az édes jó rádió is csak a 20-as években kezdi meg dicsőséges karrierét, de hát egy siket embernek úgy se lett volna benne olyan nagyon nagy öröme. Szóval állati érdekes a modell, és főleg azért, mert nagy örömmel hallgattalak benneteket az előző órában, mert ugye valójában beszámoltatok egy olyan csávóról, akinek a működése nem formalizálható. Először is van egy fószer, aki kínosan ügyel arra, hogy a külseje összetévezhetetlen legyen. Egy hiú majom, aki ad erre. Ugye ez a hajvágás történet, ez a Herman Otto anekdóta kincsben, nagyon fontos helyet foglal el, mert ehhez az emberhez igenis hozzátartozik a külleme. Számít. Aztán van egy ember, aki, ugye, mint mondtam, minden lehetséges fórumon kommunikál, sőt, hozzátenném tapintatosan, hogy valószínűleg ez nem egyszerűen csak egy mánia. Tudjátok, vannak olyanok, akik akkor képesek arra, hogy szakszerűen rendezik a gondolataikat, ha elmondják vagy leírják őket. Tehát amikor arról beszélünk, hogy tanulni és tanítani, ne feledjük el, hogy azok akik tanítanak, nagyon sok esetben olyan személyiségek, akik tanítás közben hozzák létre a rendszer, mert hogy a tanításban ott van a visszacsatolás, ott van a feedback, kontrollálod a tekinteteken, a reakciókon, hogy amit csináltál az helyén való-e. Sőt, ami rohatul fontos, fájú szíve hozzá kell tennem, hogy mai tudományos életünk nem, nem tekinti ennyire fontosnak, hogy ebben a folyamatos visszacsatolásban képes légy megosztani a tudást olyanokkal is, akik nem beavatottja ennek a tudásnak. Nos, ez egy nagyon sajátos értékképző folyamat, és az egész Hermanotto életműben ez a ez a felnőtt művelő ambíció ezért átkozottul fontos, mert nagy valószínűséggel miközben ő ad valamit, struktúráltabbá teszi a gondolatait, fölismeri azt, hogy a nyelvhasználatával, a szerkezetek felépítésével merre kell haladnia. Szóval én nagyon bírom a pasast, és nagyon tetszik az, hogy mindebben ő vállalja a tévedés kockázatát. Tehát az a fajta biztonsági játék, amelyet ma a tudományosság valamilyen elhagyhatatlan kritériumának tekintünk, az természetesen a marhasság és a beszariság minősített esete. Hiszen a tudományosságnak pontosan az a lényege, hogy folyamatosan kérdéseket teszünk föl. Bocs, lehet, hogy nincsenek válaszok. Tehát a Herman életmű, amikor úgy elkezdtem vele foglalkozni, azért volt, mert bevágom, mert ő azt mondta, hogy én valamit elvégzek, soha nem jelentem ki róla, hogy ez egy befejezett, zárt szerkezet lenne, nem ezek a végső mondatok és a végső megoldások ebben a rendszerben. Nagyon sokszor ezek kérdések, és azt mondják, hogy bocs, vitt tovább, gondolkodj rajta tovább. Most 2015-ben nagy valószínűséggel egy kicsit másfajta a világ. Egyebek között például azért, mert rohadtul kevés a kérdés, és nagyon sok a válasz. Tehát minden sarkon találsz egy megmondót, aki kínál valamit. Egy hosszú hétvégén szerint díjazás ellenében megoldjuk. A másik azt mondja, hogy ezzel sugároz be magad, ezt edd, ezt vedd, így mosolyog. Válaszok, 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 anélkül, hogy látnánk azokat a kérdéseket, amelyekre ezek válaszok lehetnek, mert ha látnák a kérdéseket, kiderülne, hogy nincsenek válaszok. A hozzám hasonlóan Douglas Adams bolondoknak és hívőknek felhívnám a figyelmét arra, hogy a végső válasz már úgyis megvan régóta, és a végső válasz az életre, a világ mindenségre, meg mindenre, 42. Ugyanis Douglas Adams regénye a Galaxis úti stopposoknak, topposoknak, ha úgy tetszik, pontosan ezt a fura állapotot írja le, nagyon viccesen, science fiction becsomagolva, amikor is azt mondja, hogy a válasz ott van előtted, de mi a kérdés? Douglas Adams regénye egy végtelen modern gondolatot mesél el állati viccesen, úgyhogy ha még nem olvastátok, nagyon sokat lehet rajta röhögni, de a mélyén ott van az a furcsa izé, hogy, hogy miért gondolod, hogy válaszokra van szükség. Valószínűleg a világ bonyolultabb, rafináltabb, cselesebb. Na, de visszatérve Herman Otto személyiségéhez és a, és a personal brand, azaz a személyes márka kérdéséhez, ha, ha ezt elmondaná, ez az elképzelt, Személyi márka képző ügynökség, vagy nem tudom mi, hogy milyen volt, akkor a dermeten ülne a talpig öltönybe és nyakendőbe öltözött egyed. Ez egy kötekedő fráter. Ez még csak nem is egy olyan jó erkölcsű ember. Ez az élő fába is beleköt. Ha arról van szó, hogy vitatkozni kell, akkor minden csipcsúp szírszaron elkezd vitatkozni keresi a lehetőséget, hogy ütközzön, ha nem is feltétlenül személyesen, lásd a párbaj példázatát, de hogy a gondolatait állandóan ütköztesse. Olyan vitákba száll bele, amelyekben nem kellene beleszállni, mert ma azt mondod, hogy pitiáner, de szó nincs róla. Ez a jelenléte a világban. És mivel az időm azért szép csöndesen fogy, most a Hát már rejtőjen őt kint a büfében idézem nektek ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, mert természetesen neki is van válasza. Föl kell tenni egy sokkal komolyabb kérdést. Mert tudjátok, mivel nem vagyok Herman Otto kutató, én gazdaságtalanul dolgozom. Tehát elkezdem olvasni, elkezdek utána járni, és nincs egy ilyen kijelölt ösvényem, amelyen végig mehetnék, lábjegyzet, hivatkozás, ficere, olvasmányok, mi egyéb. Tehát amikor elkezdtem dolgozni azon a feladaton, amelyet Tamás rám lőcsölt, akkor egyszer csak rájöttem, hogy bajban vagyok, mert hogy ennek a fura, besorolhatatlan, szünkategorimátikus személyiségnek minden egyes kis mozzanatától elágazások jönnek. Szóval eszedbe jut az, hogy amikor ő úgy gondolkodik, hogy át kell adni a tudását a benemavatottaknak, az micsoda. Aztán eszedbe jut az, hogy, hogy a balhé az valójában azért van, hogy közéletet teremtsen. Aztán eszedbe jut az, hogy amikor ő politikusi szerepet vállal, milyen rohadtul érdekes, mert ugye ma hatalomiparosi szerep, azért maradjunk abba, hogy a vakond ánuszánál egy kicsit mélyebbre van értékelve, teljes joggal. Miért gondolja úgy Herman Otto, hogy, hogy, politikusként a világ megváltoztatható. Vagy lehet, hogy pusztán arra gondol, hogy politikusnak lenni az azt jelenti, hogy kommunikálunk a világgal, hogy, hogy, eszméket hajítunk folyamatosan bele, és, és megpróbálunk bízni abban, hogy a világ ezeket újraforgatja és értelmezi. És ezzel elérkeztem egy olyan végső gondolathoz, amelyel nem nagyon tudok mit csinálni. Gábor hál' Istennek a polihisztorság lényegét elmondta, és, és ezen egyébként azóta is töröm a fejem. Szóval, szóval nekem sincsenek válaszaim, mert hogy mindig az a fejemben, hogy ez a polihisztízé, ez egy baromság. Tehát polihisztorok nem voltak, nem vannak és nem lesznek. Nagy valószínűséggel kíváncsi emberekről beszélünk, akik a probléma megoldó gondolkodás során, amikor valamibe beleütköznek, vagy úgy érzik, hogy tovább nyílik a látvány, a benyomás, akkor azt mondják, hogy bocs, akkor megtanulom. Na most ebből a szempontból, mit tudom én, azt mondhatnám, van három testvérpár, akik veterán gépkocsikat újítanak fel. Na, őket nem neveznétek polihisztornak, pedig beszélgettem velük, és ők elmondták pontosan, hogy 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 működnek, és akkor sok-sok évvel ezért egy picit megértette. Hát úgy kezdődött, hogy kaptunk egy roncsot, és akkor elkezdtük kipofozni. Igen, ám, csak hogy kiderült, hogy ennek a régi autónak a hátulja még fából épült, tehát meg kellett tanulnunk a kocsigyártást, hogy ezt helyreállítsuk. Ma már senki nem tudja azokat a bőröket kezelni, amelyekkel akkor dolgozta, meg kellett tanulnunk a kárpitos mesterséget. Aztán kiderült, hogy nem tudunk abroncsot szerelni az autóra, úgyhogy el kellett mennünk a gumigyárba, összeülni ezekkel az emberekkel, és kitalálni, hogyan lehet kereket készíteni ezekhez a kocsikhoz. És ahogy mondták, mondták, egyszerre csak megértettem, hogy elnézést, ők, ők lehet, hogy suksükölnek, de a maguk módján egy olyan fajta gondolkodást mutattak be, amely végtelen rokon szenves volt, és azt mondta, hogy Hát ha nem lehet másként megoldani, megtanulom, megcsinálom, belevetem magam. Na most ezért bonyolult manapság arról beszélni, hogy milyen is a polihisztor. Hogy ez a fajta elemi kíváncsiság, nyitottság, világiránt való érdeklődés ma hogyan ölthet testet valakiben. Az záró gondolat pedig végtelen egyszerű. Én most már tényleg egy pár hetem matatok Herman Ottóval, és nem fura dolog volt mindig bennem, hogy elkezdtem becsülni ezt a srácot. Nem járta végig az akadémiai utat, nem járta végig az iskolákat. Egy tahó kis géplakatos, aki saját korának legnagyobb felelősséggel működő tudósa, Aki azt mondja, hogy nem az ősiség, hanem az igazság. Iszonyatosan harcos. Tehát amikor ő egy-egy kérdésben vitát indít, akkor valami hihetetlen elkötelezettséggel és felelősséggel teszi a dolgát. És ez nekem, nekem tényleg fontos volt, mert hirtelen végig gondoltam azt, hogy van egy ember, aki fölépíti a brandjét, a saját márkáját. És ezzel valójában folyamatosan üzem. Mondhatnánk magyarul úgy is, hogy példát mutat. És Herman Otto engesztelhetetlen. Vajon ma azok a tudósok, akiknek egyébként a világban való jártassága fölöttébb jeles és kiterjedt, képesek-e kilépni a saját világukból? Megteremtik-e azt a brendet, azt a márkát, amely üzenet lehet? tele vagyok kétségekkel. Főleg azért, és ez a záró gondolat, mert közben a tudomány mellett, alatt megjelentek azok a, nevezük elgársa, New Age eszméknek, varázslások, kuruzslások és mi egyebek, amelyek viszont a személyiséget valóban márkává növesztik fel. Tehát most ott állunk, hogy ez a világ többet tud, mint valaha eddig az emberiség történetében, és ez a tudás napról napra terebélyesebbé válik. Mi magunk sem vagyunk tisztában azzal, hogy milyen rohatú sokat tudunk ahhoz képest, hogy akár csak tíz éve mit tudhattunk. És ezzel a tudással szemben ott van egy furcsá reklámozott nem tudás, mágia, varázslat, katyvasz, amely a piacon viszont látványosan, hangosan, mutatós piedeszára állított személyeken keresztül értékesíti magát. Nem is sikertelenül. Úgyhogy, drágáim, néha gondolkodjunk el. Válaszaim nincsenek egyelőre, de hát a kérdés itt van. És köszönöm szépen a figyelmeteket.